A Magyar Televízió is beszámolt arról, hogyan lobbant lángra a harmadik, azaz az örömgyertyája Nyíregyházán a Kossuth téren. Ebben a pillanatban fogják meggyújtani a gyertyát, ezt mondom is éppen a nézőknek, az M1 nézőinek. Jó estét kívánok! Nagyon sokan gyűltek össze a Kossuth téren. Én úgy láttam, hogy több százan, ha nem ezren vannak itt, és nagyon várják már, hogy mi történik. És ahogy tetszenek látni, éppen Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke, illetve Jászai Menyhért volt, alpolgármester, Nyíregyháza alpolgármester, akik meggyújtották a gyertyát. Ezt követően Gáspár Laci adott koncertet a főtéren megjelenteknek. Nyíregyházán ugyanis hagyomány, hogy az adventi időszakban szórakoztató és kulturális eseménnyel várják az ünnepre készülőket 4 héten keresztül. Programok minden vasárnap, kedden és csütörtökön fogadják az érdeklődőket, közben pedig állandó, a karácsonyra készülő eseményeken kapcsolódhatnak ki a városlakók. A vasárnapi gyertyagyújtáson adakozhattak is a segítő szándékúak, hiszen végéhez érkezett az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű országos akció. A Caritas nyitó rendezvénye Pécset volt, a záró programra pedig Nyíregyházán került sor. A segítő rendezvény 1998-ban Franciaországból indult el, már a 15 ország vesz benne részt minden évben. Magyarország 8 évvel ezelőtt csatlakozott a kezdeményezéshez. Az ebből befolyt pénzt eljuttatjátok a szegényeknek, ugye a rászorulók? Tulajdonképpen igen, a rászorulók. Karitászon keresztül. Az akció célja az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése. Nyíregyházán szentmisével zárták a rendezvényt. Egy persejbe dobhatták be az adakozók felajánlásaikat, ezért egy-egy égő gyertyát kaptak, amely az emberi szívekben gyújt szeretetet szimbolizálja. A felajánlott pénzből az egyházmegye közel 10 000 rászorulóját támogatják. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel ér az ember, de természetesen látjuk, hogy szükség van kenyérre, szükség van melegre, fára, ruhára, cipőre, és Jézus parancsa szerint, Jézus tanítása és parancsa szerint tesszük ezt, hiszen ő mondotta, az éhezőknek enni adni, a betegeket látogatni, a ruhátlanokat fölruházni. A felajánlók a Szent Mise mellett helyi énekkarok előadását is meghallgathatták a Magyarok Nagyasszonyatár Székesegyházban. Az adakozást sokan fontosnak tartják. Nem csak az ünnepek előtt kellene jótékonykodni, de ilyenkor karácsony környékén mindenkinek eszébe jut. Legalább az ünnepet szebbé tesszük azzal, hogy adakozunk. Aki karácsony előtt jótékonykodni szeretne, még megteheti, hiszen a karácsonyi forgatagban Nyíregyháza önkormányzata karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával ellátott bögréket kínál. Az ezekből befolyt összeget jótékony célra fordítják. Ünnepi program legközelebb december 13-án, kedden fogadja a városlakókat a Kossuth téren. Akkor a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei lepik meg előadásukkal a megjelenteket.